Lando Norris ugyan megkergette, azonban a Red Bull háromszoros világbajnoka Max Verstappen egy 24 órás szimulátoros verseny közben megnyerte az Emilia-Romagnai nagydíjat is, amely néhány órával ezelőtt ért véget itt Imolában. Üdvözöllek benneteket a helyszínről. Verstappen a hétvége kezdetén maga árulta el, hogy a Red Bull motorhomjában található szobájában felépítettek számára egy szimulátort, és a komplexumban egy nagy sávszélességű internet kapcsolatot is telepítettek, ugyanis az Emilia-Romagnai nagydíj mellett a Nürburgringi 24 órás viadal virtuális változatán is részt kívánt venni a csapattársaival, sőt ezt meg is tette, és ott is győzelmet aratott, mint a nap végén elárulta, szombaton az esti órákban vállalt egy néhány órás penzumot a 24 órából, és a vasárnapot is ezzel indította, néhány órát a szimulátorban töltötte. A legfontosabb feladata azonban az Emilia-Romagnai nagydíj volt, amelyen győzelmet aratott, azonban a győzelem nem olyan egyszerűen jött össze, mint ahogyan az a futam kezdeti szakaszában tűnt. A fejlesztésekkel felvértezett Red Bull-lal pénteken még küszködő, a szombati időmérőn azonban pole pozíciót szerző holland a futam kezdeti szakaszában maga biztosan vezetett Lando Norris és Charles Leclerc előtt. 20 körrel a vége előtt nagyjából 6 másodperc volt az előnye Norrishoz képest. A 47. körben azonban Leclerc elkövetett egy hibát az alta sikámból, így Norris kiszabadult a monakói Ferrari pilóta szorításából, és elkezdhetett Verstappen üldözésére fókuszálni, és szinte falta a másodperceket. Verstappen a futam utolsó 15 körében látványosan szenvedett a kemény Pirelliken, emiatt Norris egészen közel került hozzá, nagyon komolyan szorongatta a hollandot, azonban támadási pozícióban nem tudott kerülni, úgyhogy Verstappen aratta le a futamgyőzelmet, Norris a második helyen végzett, azonban az a tény, hogy a két versenyző között csupán 0,7 másodperc volt a különbség a kockás zászlónál, ami a szezon eddigi legkisebb különbsége a győztes és a második helyezett között. Ez azt mutatja, hogy a remény továbbra is él azzal kapcsolatban, hogy lehetnek olyan futamok 2024-ben, amikor bizony megszorongatják a hollandot, aki idén már a negyedik világbajnoki címét szeretné megszerezni. Verstappen a futamot követő sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az utolsó körökben úgy érezte tényleg, mintha jégen autóz, amiatt, hogy komoly gondjai voltak a kemény Pirellikkel. Lando Norris annak adott hangot, hogy nyilvánvalóan örült volna annak, ha a Miami nagydíj után sikerült volna újra futamot nyerni, azonban így sem elégedetlen. Azt mondta a brit, ha lett volna még egy vagy két kör, akkor úgy érzi, hogy meg tudta volna előzni Verstappen. Leclerc pedig, aki Michael Schumacher 2006-os imolai szereplése volt az első Ferrari pilóta, aki Imolában dobogóra tudott állni. Azt mondta, hogy nyilvánvalóan örül annak a ténynek, hogy a dobogóról üdvözölhette a tifózit, azonban teljesen természetesen az lett volna számára az ideális helyzet, ha a szintén továbbfejlesztett Ferrarival itt Imolában győzelmet tudott volna aratni. A következő verseny Monaco, ami a monakói pilóta számára mumus, hiszen nem tudott még futamot nyerni saját hazai pályáján, azonban saját bevallása szerint mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az idén megváltozzon. A pontszerző zónája Checo Perezzel, Lance Strollal és Yuki Tsunodával egészül ki. Perez 8. helye az egyértelműen a csalódás kategóriába sorolható, és itt a helyszínen a szakma egyetértett abban, hogy a mexikói belépett ismét egy olyan periódusba, amikor elkezdte folyamatosan a 2023-as önmagát idézni, ez pedig talán a pilóta piacra is hatással lehet, ugyanis forrásaink jelentése szerint nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy Carlos Sainz azért nem írt még alá mondjuk az Audihoz, mert továbbra is arra vár, hogy mit lép a Red Bull. Perez mostanában hanyatló teljesítményét látva kívánják-e folytatni az együttműködést vele vagy sem, mert ha nem, akkor nyilvánvalóan az ülés Carlos Sainz számára ideális lehet. Lance Stroll teljesítménye mindenképpen dicséretes, a 9. hely, Yuki Tsunoda 10. helye pedig a Visa Cash-App RB hétvégi produkcióját látva inkább a csalódás kategóriába sorolható. Ki gondolta volna az év elején, hogy pontszerzés esetén azt fogjuk mondani a Visa Cash-App RB-ről, hogy ez csalódás. Ugyanis nagyon jól szerepeltek a faenzai csapat autói a hazai pályájukon, Tsunoda a zászlóvivője volt az alakulatnak, és arról is hallottam itt a nap folyamán, hogy az utóbbi időben látott jó teljesítménye a japánnak több istálló érdeklődését is felkeltette, úgyhogy egyáltalán nem elképzelhetetlen az, hogy Tsunodának is lehet valamilyen szerepe
a pilóta piacon. A nap pletykájába, a nap pusmorgásába, ha hiszitek, hanem a Rajtrácson futottam bele, ahol az egyik olasz tévétársaság pit reportere arról számolt be, hogy információik szerint Esteban Ocon távozik az Alpine csapatától, és létrejött egy megállapodás, amelynek értelmében a francia pilóta a Haashoz igazol, és ott folytatja pályafutását. Utána mentem ennek a dolognak, amennyire lehetett a versenyt követően, megvártam Ayao Komatsu csapatfőnököt, rákérdeztem arra, hogy született-e ilyen döntés. Azt mondta a szakvezető, hogy egyelőre nem született döntés azzal kapcsolatban, hogy kik lesznek a Haas pilótái, több versenyzővel is tárgyalnak, többek között a már korábban említett Zhou Guanyuval, Valtteri Bottasszal, de azt mondta, hogy egészen hosszú a lista, akikkel beszélgetnek, döntési helyzetben azonban még nincsenek, úgyhogy a jelek szerint erre egyelőre még várnunk kell, a pletyka minden esetre érdekes. Rohanunk tovább, jövő héten már a monakói nagydíj következik, ott verseny ez a Formula 1 mezőnye, itt mögöttem a távolban, a pedokban gőzerővel zajlik a pakolás, már a verseny leintése előtt elkezdődött a motorhomok kirámolása, úgyhogy indul mindenki Monakóba, ott folytatódik jövő hétvégén a világbajnokság. Mi készülünk nektek az Autosport és Formula magazin nyomtatott kiadásának következő számával, amely hamarosan érkezik, megtalálható lesz az újságárusoknál és az összes ismert platformon. Keressétek majd, nagyon szép és színvonalas tartalommal készülünk nektek. Erről a hétvégéről, a következőről és az összes többiről is nagyon sok információt találhattok weboldalunkon a formula.hu-n. A Formula Podcastben érkezik hamarosan a hétvégi visszatekintő, a futamértékelőnk, valamelyik nap ezzel is találkozhatok. Különösen akkor, hogyha valamelyik podcast megosztó platformon feliratkoztak a Formula Podcast csatornájára. Nagyon fontos, hogy iratkozzatok fel az Autosport és Formula magazin YouTube csatornájára, ahol ezeket a videókat, illetőleg számos egyéb más videós tartalmunkat is megtaláljátok. Követhetitek az Autosport, sőt, kövessétek is az Autosport és Formula magazint a social médiában, ahol követhettek engem is, Mesandor az azonosítom, X-en, Threads-en, Instagramon és Facebookon. Imola most elköszön, csatlakozzatok hozzánk a jövő héten is, Monakóból is jelentkezni fogunk, szeressétek a Forma 1-et, sziasztok!